Izgalmasan alakult a hajrá a megyei első osztályban, a szombati záróforduló előtt még 4 csapatnak volt esélye az elsőségre. Ráadásul az érintett 4 együttes Nagyhalász Ibrány és Nyíl Gyulaj Nagyecset párosításban lépett pályára. A Nagyecset 2-0-ás győzelmével megtette a magáét, az Ibrány pedig a szomszédvári rangadón 2-1-re legyőzte a Nagyhalászt, így a bajnoki cím Ádámszky Róbert csapatának birtokába került. A játékos edző elmondta, hogy az elvárások okozta nyomás ellenére is magabiztos játékkal szerezték meg a győzelmet. Szerencsére a héten sikerült rendbe rakni a srácoknak a fejét ugye a csengeri kínos vereség után, tehát nem volt más lehetőségünk, a győzelembe kellett menekülnünk. Szem előtt kellett tartani, ugye a másik mérkőzés figyelni kell. Én a kispadon informálva voltam, viszont a játékosokat ebből kihagytuk, hogy bármi is elvigye a figyelmüket, és úgy gondolom, hogy magabiztos játékkal sikerült győzünk, ugye és a bajnoki címet ünnepelni. A nagyecsedi keret 17 játékos számlál, de gyakorlatilag 12-13 futballistával játszotta végig a bajnokságot a csapat. Mint egy család úgy működünk, ez értem ezzel a szurkolókkal együtt, tehát van egy törzsma, aki velünk jár, idegenben, hazai pályán mindig elkísérnek minket, ez egy nagyon nagy lökés azért, tehát jó közegben van, én úgy mondom, a társaság, meg a másik az, hogy nem voltak kiugró teljesítmények, tehát mindig volt, aki húzza úgymond egy meccsen a szekeret, következő meccsen másik, tehát nem egy ember épült a csapat, tehát én úgy gondolom, ez egy sikernek, egy nagy javarészenek köszönhető. A forduló további eredményei a következők: Máté Szalka Gyulaháza 4-1, Tarpa Kisvárda 2-1-1, Tiszavasvári Tiszakanyár 1-1, Baktalórendháza Mándok 4-3, Csenger Fehér Gyarmat 3-4 és Vásárosnamény Balkány 3-2. A Nagyecsed mögött az Ibrány végzett a második helyen, a Nagyhalász pedig a harmadik helyet szerezte meg. A megyei első osztálytól a Tiszavasvári, a Gyulaház és a Csenger búcsúzott. A Nagyecsed a bajnoki cím ellenére marad az osztályban, mivel a csapat nem lép pályára az NB3-ba jutásért kiírt osztályozón.